Április 22-én közel 100 fő érkezett Dusnokra a Szél Rózsa minden irányából. Hosszas szervezést, egyeztetést követően megrendezésre került az első Dusnoki rátséta. A határon belüli és kívüli települések látogatása egy egyesületen keresztül zajlik. A Balkán Calling Egyesület az alapjai 2011-ben jöttek létre egy koszovói kullában, jogi formában 2014-ben alakult meg. Célja a Balkán népeinek, kultúrájának, hagyományának bemutatása, illetve Magyarországon és a Kárpát-medencében a főleg a balkáni eredetű nemzetiségek, kisebbségeknek az életének, hagyományainak bemutatása, településének prezentálása. Évente körülbelül hány település látogattok meg? Hát jelen pillanatban évente néhány egynapos sétánk van Magyarországon, tehát voltunk már Lóréven, Belojanis görög-macedón séta volt, ugye Lóréven szerb séta, most itt vagyunk Dusnokon, és hát még számtalan ilyen nemzetiségi sétát tervezünk Magyarországon, de vannak külföldi programjaink is, a hétvégén voltunk Boszniában. Dusnokra hogy kerültetek? Dusnokba Tököli Rácz barátaink ajánlották, hogy keressük meg a dusnoki rácok közösségét, és így Bolvári Bimbi János felkarolta ezt a kezdeményezést, nagyon köszönjük neki, és tulajdonképpen az első kétnapos magyarországi interkulturális sétánk, ami most egy rácséta. Tavaly tavasszal Tökölön volt egy rácséta, és ott egy tököli barátom említette meg a Experience Balkán vezetőjének, Huszti Zoltánnak, hogy hát van egy szép falu Bács megyében, egy Rácz község, Dusnok, és nagyon ajánlaná, hogy vegyék fel a kapcsolatot Dusnokkal is, és ott is lehetne szervezni egy ilyen rácssétát ugyanúgy, mint Tökölön. Felvették velem a kapcsolatot, a dusnoki művelődés szervezővel összeállítottunk egy előzetes programot egy dátummal. Tetszett a programunk, amit az interneten elkezdtünk hirdetni. Érdeklődés is már egyre jobban jött rá, és úgy gondoltuk, hogy akkor ez a dátum, ez már maradjon fix. Augusztus környékén kiadtuk a részletes programot, és lefoglaltuk a zenekart is, és nagyon jól összeállt már így a program. A rásséta gasztro-kulturális rendezvényként volt meghirdetve. A művöldési házban helyi termelők portékáiból kirakott reggelivel várták a résztvevőket. Nagyon meglepődtem, egy fantasztikus svéd asztal várt minket, amikor ideértünk, nagyon finom helyi vidéki pálinkával, illetve különböző sonkákkal, finom vidéki finomságokkal, és igazából már régóta nem ettem ilyet, ilyen hatalmas nagy svéd asztalból mindenféle finomat, úgyhogy fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam ezzel a fogadtatással, meg ezzel a reggel indítással. Volt itt minden, füstölt áruk, házi sajtok, zöldségek és termékbemutató. A reggelihez jófajta dusnoki pálinkákat lehetett kóstolni. Volt is rá szükség, mert sajnos kissé hideg idő volt aznap. Rendkívül jól érzi magát mindenki, mert a fogadtatás az nagyon ízletes volt, így is mondhatom, mert nagyon finom helyi termékeket kóstoltunk, mint ételeket, mint italokat. Ez nagyon fontos volt számunkra, hogy a dusnokot és a dusnoki ételeket mutassuk be. A reggeli után Palotai Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, s röviden bemutatta településünket. Sudbine smo viste mi. Aj, Ramo,
A séta első állomása Dusnok története és néprajza kiállítás megtekintése volt. Itt Varga Szilvia vezetésével tekinthették meg a régi dusnoki eszközöket, használati tárgyakat. A látogatóknak érdemes volt minden elhangzottat megjegyezni, mert a vacsora után kvízjátékra került sor, aminek kérdései a nap folyamán látottakból és hallottakból tevődött össze. Értékes ajándékcsomagokat lehetett nyerni, melyben helyi vállalkozók felajánlásai is szerepeltek. Egy település bemutatásakor nem maradhat ki a templom megtekintése sem. Kis Tamás István plébános úr fogadta a csoportot, bemutatta a templomot, az egyházközséget, beszélt ünnepeinkről, szokásainkról. Rövid séta után a házaspárok útjának első állomásához érkeztek, ahol Hodován Péter beszélt az út létrejöttéről és jelentőségéről. Csak úgy röpködtek az információk, az adatok az esti kvízjátékhoz. Van egy katolikus mozgalom, ez német gyökerű, a Schönstatt család mozgalom, és ennek a mozgalomnak a családjai azok, akik megálmodták ezt az utat, és gyakorlatilag mi is ennek vagyunk tagjai. Ennek az apropója az, hogy ezt Dusnokra hoztuk, és ez a pályázat, illetve a zarándokú program keretében ez megvalósulhatott itt. A stációk egyes állomásai a házasság fontos eseményeit, feladatait, korszakait jelenítik meg. Arra ösztönzik a párokat, hogy elgondolkodjanak életük egyes mérföldkövein és beszélgessenek azokról egymással. A Magyar Schönstatt család mozgalom kezdeményezésére az ország legelső házaspárok útját Óbudaváron építették ki. Ennek mintájára készült a Dusnoki is a Hodován házaspár kezdeményezésére. A házaspárok útját a Magyar Zarándok út részeként a Schönstatt családmozgalom megalapításának 100. évfordulójára adták át Dusnokon. Az 1,3 km hosszú sétaút a Dózsa-György utca végén indul a Vajasparton a Nagy Hídig. A stációk tűzománc plakettjeit a dusnoki származású Gulyás Éva készítette. Én jó magam 2009-ben voltam először a Balkánon, és utána 2010-ben jó pár országot meglátogattam, viszont Koszovóban még nem jártam, és akkor az interneten utána kezdtem nézni, hogy ez hogy is lehet, van-e szervezett út Magyarország, és akkor döbbentem meg, hogy Magyarországon gyakorlatilag senki nem csinálja utakat, és nagy nehezen egy fórumon keresztül találkoztam Zolival, és két másik barátunkkal együtt úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, és ott
ott jöttünk arra az elhatározásra, hogy szerencsés lenne egy ilyen csoport, hogy egyrészt azt a régiót, illetve sokkal szélesebb körből is meg tudjuk mutatni másoknak is, és biztosak vagyunk abban, hogy ez nem csak nekünk tetszene, hanem sokkal szélesebb körben is népszerű lenne. Viszont ugye azt tudni kell, hogy azért Magyarországon, mint Balkán, van egy elég pejoratív szóhasználat, és szeretnénk ezt gyakorlatilag megváltoztatni, és megmutatni az embereknek, hogy ténylegesen mi a Balkán, és hogy milyen, akármilyen vendégszeretet van, milyen természeti, kulturális látnivalók vannak, és hogy ez az egész miről is szól. Nekem az egy nagyon fontos dolog, hogy látom, milyen közösség van, milyen helyi szinten, milyen erős így a közösség. Én biztos vagyok benne, hogy attól, hogy ugye itt egy nemzetiség kisebbség, ez még erősebb, így ez az összefogás, összetartás, mint máshol. És jó nekem látni azt, hogy akár mondjuk Tökörről, vagy máshonnan is, amikor érkeznek, akkor ezek a helyi kisebbségek, hogy milyen szorosan összetartanak így Magyarországon is, és igazából ez biztosítja azt, hogy hosszú távon is biztos, hogy meg fognak maradni. A mi baráti körünk is hívott új embereket, és ez fontosnak gondolom, hogy mindig szélesítsük így az embereknek a körét, és ez is a célunk, hogy egy nagyon-nagyon szűk baráti körből indultunk, és úgy látom, hogy egyre szélesebb kör tudunk megszólítani, és örömmel veszük, hogy minden a Balkán iránt és balkáni kultúra iránt érdeklődőnek tudunk olyan programokat nyújtani, ami megfelelő szórakozás, és tényleg új ismeretekre is szert tudnak tenni, akár még Magyarországon élő nemzetiségekkel kapcsolatban is, tehát nem szükséges a Balkánra menni emiatt. Az út közepén igazi meglepetésben volt részük a túrázóknak. A Vasvári utca végén Kelt Kalács és a Zabavna Industria zenekar zenéje várta a csapatot. Tán Kati néni nagyon finom kelt kalácsot csinált, édesanyám paprikás kelt kalácsot, ami úgy gondolom ennek a térségnek, vagy kistérségnek nagyon jellegzetes étele. Hát igen, a paprikás kelt kalács nagyon vegyes véleményt alkotott. Volt, aki azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, ezt nem tudom még megkóstolni se. Volt, aki kolbászos kalácsnak nézte, de volt, aki úgy ette, hogy azt mondta, hogy elnézést kér, de ő még kér. Én mondtam, hogy a készlet erejéig nyugodtan lehet fogyasztani. Tehát nagyon vegyes volt, nagyon a paprikás kalács fogadtatás. A bátrabbak csónakba ültették meg az út hátra levő részét. Thank you.
Több felül jártatok, sok mindent hallottatok dusnokról. Mi tetszett a legjobban? Nekem a vajas part, meg ott a csónakázás. Tehát én eddig még nem jártam ezen a környéken, és akkor így jelentkeztem erre a túrára, és nem is néztem utána dusnoknak, és amikor idejöttem, akkor azt vettem észre, hogy egy Magyarországon egy elveszett kincsbe léptem bele, egy elveszett gyémánba, és ahogy úgy végig hajóztunk a vajason, az nekem fantasztikus volt, és nagyon szép, főleg így tavasszal. Nagyon nagy meglepetés volt az, ahogy így itt fogadtak bennünket, a vendéglátás, az, hogy egyáltalán milyen szép ez a táj, a patak, hogy megálltunk, és zene, a következő állomáson egy festőművészbe akadtunk, tehát hogy így hiba, hogy eddig nem keveredtem el idáig, de tök jó, hogy ez így legalább most megvalósult. Milyen várakozással indultál dusnokra? Hú, hát igazándiból, amikor megláttam ezt a programot, akkor így arra gondoltam, hogy így jó lenne megismerni ezt a vidéket, és szerencsére tudtam mozgósítani a barátaimat, akik szintúgy nyitottak voltak erre. Én igazából egy ilyen nagyon fárasztó hét után jöttem el erre a hétvégére, és így az volt az elvárásom, hogy így el tudjam felejteni a budapesti hétköznapjaimat, ez ideig egész jól alakul. Az utolsó stációnál Hubert László várta a csoportot, és a galériájába kalauzolta őket. Hoppá, cuppá, szkocsi, dati vidim ocsi, dati vidim ocsice, garava de vojcice. Hoppá, 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 na tavanu rotkva, u podrumu vino, da se veselimo. Čaša, flaša, vino, mene voli Ivo, a ja njega neću, zato domom reću. Vino, pivo, rakija, mene voli Julija, a ja matu neću, zato domom reću. A mi kultúránkhoz volt eddig valamilyen közöd, vagy ismerted-e? Nem ismertem, de most nagyon örülök neki, hogy így megismertem, illetve beleláttam a kultúrába, meg az emberekbe, meg az összetartásba, meg abba, hogy van másfajta nézőpont is itt Magyarországon, emberek, rácok, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a közösség, meg az, amit itt láttam a mai nap során. Budapestről jöttem, és 2012 óta vagyok az Experience Balkánnak, hát ha nem is az alapító tagja, de az egyik legrégebbi csoporttag. És hát azóta nagyon sokat jártunk együtt a különböző balkáni országokban. És az Experience Balkán főszervezői, Huszti Zoli és a Szikra Csaba szervezték ezt az utat, és hát természetesen, mint nagy rajongójuk és barátjuk, jöttem velük. Az első és legmeglepőbb élményem az volt, hogy bár nagyon sokan jöttünk, a helyiek rendkívül nagy vendégszeretettel fogadtak minket. A terülj-terülj asztalkám, a város szépségeinek a bemutatása és minden gazdagság, amivel itt elhalmoztak minket. Hogy a világ nagyon színes és nagyon sokféle emberből áll, rengeteg kultúra és nyitottnak kell lennünk egymásra. A feltétlen elfogadásnak vagyok a híve. Nagyon tetszett a házasok ösvénye, tetszett a folyópart, de az a végtelen szeretet és barátságosság, illetve a kulturális értékeknek az őrzése és a hagyomány továbbadása, ez nagyon nagy érték szerintem. Bármikor visszajönnék, és bárkinek ajánlanám ezt a helyet. A kellemesen elfáradtakat finom vacsora várta a Művelődési Ház emeletén. A vacsora utáni kulturális műsorban helyi és vidéki csoportok műsorát tekinthették meg. Köszönöm a támogatást a Dusnok község önkormányzatának, külön köszönöm az anyagi támogatást a Dusnoki Horvát Nemzetiségű Önkormányzatnak, Orlosi Lászlónak, Feketéné Katinak, Fekete Zollinak, a zöldségeseknek a támogatását, Bükszegi Istvánnak, Sípos Péternek, a finom házi sajtokat, Pozsonyi Antalnak, Kisberta Károlynak,
Külön meg szeretném köszönni Pécsi Bernadettnek és a Part ABC dolgozóinak segítségüket, édesanyámnak és Matán Kati néninek a finom házi kertkalácsot, Ólosi Péternek és édesapámnak finom vacsorát, a séta állomásainak a bemutatását Varga Szilviának, Kis Tamás István plébános úrnak, Kelcné Mónikának, Hodován Péternek, Hubert Lászlónak, kedves háziasszonyoknak a sósüteményeket, és minden kedves dusnokinak nagyon szépen köszönöm a támogatást. És nem utolsó sorban a Dusnoki Kábel Televízió segítségét is köszönöm. A nap zárásaként a Zabavna Industria báján tanulták meg a tánclépéseket, és szórakoztak az első dusnoki rásséta résztvevőit.